Üdvözlünk a Vacsmodzsó Magyarország csatornáján, ahol ma az Unibet támogatásával Kang a hódító eredet történetét mutatjuk be nektek. Launch scarabs! Destroy them! You are part of the problem, not the solution. Sziasztok, én Zsombor vagyok, és ebben a videóban a hangya és a darás Quantumania, és egyben az egész MCU következő nagy gonoszának, Kang képregényes háttértörténetének bugyraiban merülünk el. Ha még nem láttad a Loki című sorozatot, akkor csak óvatosan, mert spoileresek leszünk. Mielőtt hírhet hódítóként szerzett magának hírnevet, Kang a 31. században született Nathaniel Richards néven. Arra is voltak utalások, hogy Reed Richards és Dr. Doom távoli rokona, de Nathaniel valódi származását homály övezi. Annyi viszont biztos, hogy megunta a 3000. év utopisztikus társadalmát és egy kis időutazásra indult. Egy időgépet épített és visszautazott az ókori Egyiptomba, majd futurisztikus technológiáját arra használta, hogy Ramatut fáraóként uralkodjon. Viszont ezt a szerepkört csak addig élvezhette, amíg a Fantasztikus 4-es meg nem érkezett az ókori Egyiptomba. A csapat aztán arra kényszerítette Nathanielt, hogy visszatérjen saját idejébe, de ő végül nem a 3000-es évekbe ment vissza. Miután a 20. századba került és megmentette az űrben sodródó Dr. Doom életét, annak páncéjából inspirálódva új néven Scarlet Centurióként belekezdett egy rövid életű gonosz karrierbe, és megpróbálta manipulálni a bosszúállókat. Amikor megpróbált visszatérni a saját idejébe, véletlenül a 40. században egy háború kellős közepén találta magát, ahol az emberi civilizáció szinte már teljesen összeomlott. Az emberek ebben a futurisztikus társadalomban valahogy elvesztették tudásukat arról, hogyan is használják a fejlett fegyvereiket. Nathaniel kihasználta ezt a tényt, na meg az okosságát és a jövő összes tüzérségét, hatalmas hadsereget épített, majd Kang a hódító néven kezdett el uralkodni. Bár Kang a 40. században gyakorlatilag megállíthatatlan volt, a Földet akkor akarta meghódítani, amikor még azon több élet volt. Visszautazott a 20. századba és szinte azonnal összetűzésbe került a bosszúállókkal. Technológiája elég erős volt ahhoz, hogy legyőzze és elfogja Vasembert, Thort, Amerika kapitányt és Giant Man-t. Szerencsére a darázs elmenekült és kitalált egy fegyvert, amivel meg tudta állítani Kanget. Az ő gyors gondolkodása és a hősök együttes erőfeszítése elég volt ahhoz, hogy Kang megfutamodjon, de ahhoz már nem, hogy fel is adja a harcot. Kang több nagyszabású tervet is kipróbált a 20. század meghódítására, mielőtt visszatért a jövőbe, és beleszeretett egy Ravonna Renslayer nevű hercegnőbe. A nő azonban visszautasította a házassági ajánlatát, ezért Kang úgy próbálta megnyerni a lányt, hogy elvitte a jövőbe a bosszúállókat, és a lány szeme láttára összeverte őket. Végül azonban Ravonna a bosszúállók mellé állt, hogy legyőzzék a hódítót. Bár a hősök vesztettek, Kang mégis úgy döntött, hogy elengedi a hercegnőt, de erre egy tábornok feldühödött ezen az egész mutatványon és megpróbálta megtámadni Kanget. Ravonna ekkor feláldozta magát, hogy megmentse a gonosztevőt, ez a tragédia pedig tovább kísértette Kanget későbbi hódításai során. A hódító végül az időn kívüli limbo dimenzióban kötött ki, és felfedezte a számítógépeket, amelyek lehetővé tették számára, hogy átlássa az idő vonalát. Amikor megpillantotta az időnek azon pontját, ahol Ravonna éppen halni készült, megnyomott egy gombot, amely megmentette őt, és egyenesen Kanghez teleportálódott a limbóba. De mivel Ravonna eltűnt a helyszínről, így nem tudta megmenteni Kanget a valóságban, így egy új idővonal jött létre, amelyben a hódító aznap meghalt. Kang rájött, hogy a kis időutazó akciói miatt rengeteg új idővonal és saját maga variánsai jöttek létre. Most már a bosszúállókkal és számtalan változatával is meg kellett küzdenie, ha meg akart hódítani bármit is. És Kang most már végre élőszereplős változatban is tiszteletét tette a képernyőn és hamarosan a nagyvásznon is. A Loki című sorozat első évadában olyan karaktereket ismerhettünk meg, akik történelmileg kötődnek a képregényes gonosztevőhöz, mint például a nagy Fűszörny vagy éppen Ravonna. You had a link with the variant. I want you to tell me what drives her. Valamint a sorozat fináléjában Kang egyik variánsát is megismerhettük. Come on, let's talk. A megmaradt néven ismert Kang variáns erősen utalta arra, hogy több változata is létezik, akik sokkal gonoszabbak és kegyetlenebbek, mint ő. A legújabb Kang variánssal hamarosan a Hangya és a Darás Quantumania című filmben találkozhatunk majd, amiből kiderül, hogy a hódító hogyan is keveredett a kvantumvilágba és milyen szándékai vannak. De aztán nem maradunk túlzottan sokáig Kang nélkül, mert ha már csak a bejelentett filmcímekből indulunk ki, akkor az MCU 6. fázisában érkező bosszúállók a Kang dinasztia című filmben is biztosan tiszteletét fogja tenni néhány Kang variáns. Interesting that your head would go
to that. Keng az időutazás, az intelligencia és a veszélyes jövőbeli technológiák használata miatt igazán fenyegető ellenséggé vált. Képes volt könnyedén legyőzni a bosszúállókat és új ágakat létrehozni a valóságban. Most, hogy Thanos eltűnt a képből, bőven van hely egy új nagy gonosz számára, aki úgy tűnik, hogy nem csak az univerzumot, de az egész multiverzumot meg akarja hódítani. Kíváncsian várjuk, hogy ez miképp fog megtörténni. Feels like a fresh start. Ti várjátok már, hogy többet kapjunk Kang karakteréből? Szerintetek képes lesz betölteni a Thanos után keletkezett hatalmas űrt? Írjátok meg nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára!